a világ pusztító mérgeiről. Azért ezzel kezdjük a kajálós epizódokat, mert hogyha ezeket elhagyjuk vagy felcseréljük, akkor már nagyon nagy sikereket könyvelhetünk el. Először is beszéljük meg, hogy miért elengedhetetlen e dolgok elengedése. Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk, az emberi szervezet számára minden méreg. Azokat nevezik igazából méregnek, ami kis mennyiségben is káros. De például vízből is meg lehet annyit inni, hogy úgy felhívuljon a véred, hogy meghallják. Vagy salátából is lehet annyit enni, hogy halálra edd magad, csak ez nem gyakran fordul elő. De mindent meg lehet enni, tehát teljesen elképesztő módon, ezen én is meglepődtem, de még a gyilkos galócát is meg lehet enni. Egyszer. Na most vannak olyan ételek, amiket ha gyakran eszel és sokat is eszel belőlük, akkor is csak pozitív hatásuk van. Mert vannak bennük tápanyagok, és nem csak annyit tudnak, hogy finomak és jól laksz velük, hanem a táplálkozás eredeti célját is kielégítik, azaz, hogy tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Amik amúgy kellenek oda. Viszont réges-régen egy messzi-messzi galaxisban ez elment egy olyan irányba, aminek az Illuminati hátterét azt nem akarom most ebben a videóban kifejteni, mert nem is lenne rá elég idő. Könyveket tölt meg, teljesen mindegy, aki a miért érdekel, az úgyis utána fog olvasni. Én csak a nekünk szükséges részt fogom elmondani. Akit érdekel részletesebben a történet és a miértek, annak ajánlom szeretettel ezt a könyvet. Aki pedig nem szeret olvasni, annak készítem ezt a videót. És amit a mai napig nem értenek még sokan, hogy mi a baj a kenyérrel, a liszttel, a cukorral. Alapvetően ezek finomak és baromi jól lehet velük lakni, akkor jók ezek, nem? Na de tényleg kezdjük akkor. Az édes méreggel, amit úgy hívnak, hogy cukor. Sugar, yes please, won't you come and put it down on me, right here. Habár a cukor köztudottan tönkreteszi a fogazatos, az allergiáktól, a szkizofréniáig, a gyomorfekhétől, a szívinfarktusig, hogy számos betegség kialakulásával odas, mégis szinte minden élelmiszerünk tartalmaz belőle több kevesebbet. A szűkítőadatok épp úgy, mint a gyümölcsökkortó ketchup húsát, vagy épp felvágottak. A cukorán finomítása után minden értékes anyagot kivonnak belőle, és 99%-ban csak a szarhoz mondó molekulát tartalmazza, ami ilyen töményen a természetben nem fordul elő, és az emberi szervezet pedig nem bír el vele. Olyan finomítási eljárásokon megy keresztül, Finomodi. Mire abba a formába kerül, ahogy mi ismerjük, semmi értékes nem marad benne. Olyan, mint egy kívülről gyönyörű nő, aki belül üres. És ez így a szervezet számára használhatatlan. Hiány táplálék. Csak úgy, mint a többi civilizációs szar. Finomított liszt, finomított cukor, finomított olajok, zsírok. Egy kutya az összes. Az ezekből hiányzó tápanyagok, azok hiányoznak a szervezetünknek is. És ne essünk bele abba a csapdába például, hogy fehér cukor helyett barna cukrot veszünk, mert ugyanolyan rossz. Csak egy finomító lépés kiadtak, vagy esetleg még azt sajták ki, csak barna színezék van benne. Barna cukor az egy fos. És ilyenkor fog az emberi szervezet minőségi éhezésben szenvedni. Ne keverjük össze azzal, hogy afrikai kisgyerekek is vékonyak és nincs mit enni. Nem, nincs erről szó. Minőségi, nem mennyiségi éhezés. Bár a mennyiség megvan, nincs benne anyag. Mint az élet szeretet nélkül. A fogszúvasodás pedig ismeretlen volt, csak úgy, mint a foginsorvadás, a szívinfarktus, az élelmeszetesedés, az allergiák, a cukorbetegség, az elhízás, a vesekő, az epekő, a migrén, a szemes rész. A vesekő, az epekő, jó? Ez nem vicces. És az összes többi civilizációs betegség. Ma is meg lehet figyelni, hogy a civilizációtól elszakadt vadon élő népek között rengeteg olyan van, kis nyugodt szigetre élik az életüket, minden tök jó, táncolnak, énekelnek, vadászgatnak, csinálják a dolgokat, 120 évig elérnek. Mert nem esznek szart! Az a baj, hogy a cukor iránt ugyanolyan függőség alakul ki, mint a bármilyen kábítószer iránt, vagy cigi iránt, vagy alkohol iránt. És igen, jelentős hatása van a kedélyállapotunkra. Ha a szokásunk gyakran fogyasztani,
akkor nagyon megérezzük, hogyha megvonjuk magunktól, és egy ideig nem eszünk. Ezért is gondolják azt, hogy nem is jó leszokni róla. Márpedig, ha elhagyjuk, akkor garantáltabban királyabb lesz minden, mert egészségesebbek leszünk, és több életenergiánk is lesz. És jobban fogunk teljesíteni az élet minden területén. És még hiányérzetünk se lesz, ha megtanulunk mindent okosan csinálni. Habár részletesen a cukrot tárgyaltuk, a civilizációs betegségek kialakulásában az izolált szénhidrátok azok, akik a főszerepet játsszák. Azaz a finomított cukor és finomított liszt. Mai betegségeink kétharmada a táplálkozás miatt van pont. Tehát ha egészségesek akarunk lenni és energiával akarunk tele lenni, akkor egyszerűen váltani kell. A cukornál nagyon egyszerű, mindent amiben tennénk, méz. Illetve mindent, amit szeretünk, és tartalmaz cukrot, azt megcsinálni házilag. Találhatsz recepteket a neten ma már mindenre gyakorlatilag. A finom liszttel ugyanez a helyzet, le kell cserélni. Legjobban az ablisztet ajánlom helyette. Szokták ilyen komolyan, hogy jó Isten, de ez háromszor annyiba kell meg nézni. Hát basz meg! Nem kell annyit enni belőle. Ha! Választottál volna jövedelmezőbb szakmát, paraszt! Vigyétek a szemem elől, jöhet a következő! Mi lesz? Tésztából a teljes kiüllésű vagy az üvegtészta, de egyébként a durumtészta se annyira rossz, mint a gyilkos, sima, búzalisztes tészta. Végsüteményekhez pedig ajánlom a Punani Massifnak az egyik számát. Engedd el. De ha nem akarod elengedni, akkor meg csináld meg magad. Mindennel így van ez, hogyha te csinálod meg, akkor annyira nem lehet mellédülni. Általános szabály, amit jó, ha megfogadsz. Ha leveszel valamit a polcról és megnézed, hogy mi van benne, és annak több mint 3-4 összetevője van, akkor az szasz. Bár a szekák részben volt szó róla, most ezért kicsit pontosítsunk. Hogy a legegyszerűbb ezeket kikerülni, hogyha kínálják neked? Egy kis hazugság, de végtelenül leegyszerűsíti a dolgokat. 1. Gluténérzékeny vagyok. 2. Érzékenyen reagálok a cukorra. Nem jó, nem szeretem, mert ha megeszem utána mindig kicsit rosszul vagyok, nem szeretem. Valahogy ezt mindig jobban elfogadják, hogyha nem szabad enned, mintha te úgy döntöttél, hogy nem eszel. Sőt, még sajnálom is. Következő részben pedig megbeszéljük, hogy állj! Még mielőtt mindenki kilépne, meg már lekapcsolná, meg nem figyelne, el szeretném mondani egy nagyon fontos dolgot. Megkaptam életemben először az első olyan csomagomat, amit egy olyan lány küldött nekem, aki így nézi a videóimat. Még sose volt velem ilyen, és fantasztikus érzés, és köszönöm szépen! És bíztatok mindenkit arra, hogy nyugodtan küldjön nekem bármit, akár a levélbombától kezdve a sapkáig, tök mindegy, hogy mit, én nagyon fogok neki örülni. Na és hogy mit kaptam? Ezt. Ez innentől kezdve mindig rajtam lesz, és ti is, hogyha bármit küldtök, az mindig rajtam lesz, és hogyha ennyi cuccot küldtök, akkor annyi cucc lesz rajtam mindig. De ez nem minden. Kaptam még egy államfogót, ami, nem tudom, ettől biztos minden király lesz. Felinstalálom szépen ide, hogy állandó éke legyen a háttérnek. A cím ott van a leírásban, és tényleg nagyon szépen köszönöm. Szóval a következő részben pedig megbeszéljük, hogy most már hogyan kezdjünk neki, mit edzünk. Tök mindegy, hogy dagiról, vékonyról indulunk, teljesen a nulláról, semmi sportmódtal. Mit kell pontosan csinálni?